Fúj, baszki! Ezt nem bírom, ezt az embert, és ezt nem bírom nézni, csak ezt nem bírom nézni. Balázs, kik? Fia, Maros Marci új videó? De szerettem. Szavaztok, mondani! Miért az az új videója, hogy undorító ételkombinációk? Miért egyből? Miért egyből egy ilyen videóval jön ki a bátyja? Csett, vágjátok az öcskös Maros Marcit? Ő lesz a következő Chris Advice. Tudai, tehát elég ennyi, úgyis van egy pici, mert... Bocskai. Az is, ó, az ilyen valami gusztom. Új, de minden... Marci, miért? Miért csinálod ezt magaddal, Marci? Egyszerűen nem értem, fölösleges. Ettkező kombináció, az leszem meg kicsit. Hát próbáld kicsit, amúgy már mondtam nektek, srácok, majd akarok, hogyha lesz 24 órás, vagy valami, ugye lesz rá majd ilyen szerencsekerék, tudod, hogy mindig bepörgetjük óránként, vagy valami, aztán lehet, hogy most már Matyitól fogunk elkérni, Matyitól fogunk kérni ötletet, hogy mit írjunk fel a kis pörgetjűre, de szeretem Matyit, amúgy azért szeretem Cset Matyit, azért szeretem ezt a srácot, mert szimplán nem a nézők miatt csinálja, a nézők miatt, hogy mennyien nézik, meg mit tudom én, hanem mert szereti csinálni, és látszik rajta, hogy szereti csinálni, és ezt tisztelem benned nagyon. Erő ennyit, ez tényleg az. De itt azt nézzük, hogy valaki szenved, baszod, érted? Itt azt nézzük, hogy valaki kajak ki okádjában, itt ezt ne. Narancsárga a tej, csak így. Nem, ezt meg se nézem, Cset, ez biztos, hogy nem nézem, hát ez kurva undorító, hát ezek után még akarok vacsorázni, nekem még kell, bazd meg. Na. De jó, ott van. Na, de az rosszabb, mint a kutyakaja, baszod, ezt nem is értem, mit csinál magával az ember. Ezt... Erre tényleg főkő kis, most hagyok magamnak egy perc. Bolond átlagos falusi izé, reggeli tudod, szóljál izé, pástétomot. Melyiket rakott bele először? A tejet vagy a pástétomot? Szóljál! Ott ez a kérdés. Azt a mindenit. Fú, de figyelj, amúgy meg milyen elhatározásért egy videóért. Én még a videóért cserébe sem innám meg azokat a szarokat. Na mi van még itt chat a YouTube-on? A magyar YouTube megvan halva, nekünk kell kontentet csinálni, srácok, mert ténylegesen a magyar YouTube az amúgy olyan halott. Nasz Danira reagálás? Falusi bulking, tesike? Amúgy falunk könnyebb bulkolni, nem? Azért eztek komolyakat, érted, amit mondok? Bátya, mamám olyat főz falun, olyan húslevest főz, érted, abban megvan 3000 kalória, az csak a leves volt. Budapest? De amúgy a Budapesten, Európában az egyik legcrazybb a nightlife, vágod? Várjál, ez halfangol. Szóval, hogy a legkomolyabb esti élet, az egyik legkomolyabb esti élet, esti élet, ne? Miért beszélek? Csak nézzük már a videót, érted, hogy Budapesten van. Tesó, amúgy a TikTok az annyira megváltoztatja a világot, bátya, már minden, amúgy már minden TikTokról látsz, de viccen kívül. Amúgy érdekes, de itt minden este ilyen izé élet van, chat, ide kéne egy esti ilyen, baszod, amikor ide kimegyünk, mert nekem ez annyira másik világ, baszod, de tényleg én... nem tudom, hiszen egy kezemben meg tudom számolni, hány ilyen buliba voltam, azért, mert csak szimplán engem nem szórakoztat, engem nem köt le, érted? Mármint, hogy én jobban el vagyok be ezek, hogyha berakok itt egy filmet, vagy sorozatot, azt el vagyok vele, még boldogabb vagyok, érted? Vagy ha sparokkal elmegyünk valamerre túrázni, mit tudom én, nem tudom. De lehet csak én vagyok a nyomorék, de ja. De ugye itt egy ilyen lesz, komoly lenne megnézni, mert KDS is olyan, mint én. Aztán ez így a kettőknek érdekes lenne. Szerintem mind kéne változtatni. Marika néni, de szeretem. De majd sok pénze van a Budapestnek ebből, szóval amúgy nekik megéri fenntartani, érted? Hát, vagy bezárni hamarabb, hogy azért nyugalom legyen, azért sok idős. Tehát most idősek miatt nem fogják bezárni, ez elég szomorú, meg minden, oké, értem, de hogy... A pénz az úr, na. Ez az igazság. Igenis, konyha 23... Habár én nem értem, aki baszott Magyarországra jön. Én tudod, kit nem értek? Én a németet nem értem, amikor lejön a Balatonra baszod. Családdal nyaralni, nem értem, mit tud csinálni a Balatonon, érted? Egyszerűen... Semmi, én nem tudom. Én sose szerettem, őszinte leszek annyira Balatont, én azt kajak nem értem. Mert akkor már menjen tovább, hogy tesz ott a horvát tengerpart. De... nem tudom. Én rendesen, amikor Balatonon voltam, én rendesen szarul éreztem magam, hogy annyi pénzt ott hagyunk, vágod, azt még nem is élveztem annyira. Olcsó? Hát nekem biztos nem. Hát így azért annyit ott hagytam, most egy család, de fú, nem. Na várjál, Mester Istvánra ránézek.
Hogy de nem akarok. Megfogadtam, hogy 2024-ben nem nézek olyat, akit tudom, hogy nem fog tetszeni alapból a videó, és nem érdekel. Csináltam egy kis összefoglalót, hogy mi minden is történt tavaly. Nézzük vissza közösen. Csöcsök. És seg! Most, chat, kell valamit mondanom, vagy már megértitek a nézésemből, és nem kell semmit mondanom, ugye srácok? Sokszor feljött már ez a kérdés, és alapvetően az a gond vele, hogy azoknak nem jelent ez problémát, akik ott laknak, viszont mindenki jól jár, aki Magyarországon lakik, mert javul az ország megítélése, és a turizmus is fellendíti a buli negyed. Elkülönhetetlen jelenség európai főváros révén, így szerintem inkább elő kellene segíteni az ott lakók költözését, és hát amúgy lehet az kéne, hogy azok a full buli negyed, és akkor nem is lehessen ott lakni, hanem max a dolgozók laknak ott a buli helyeknek a dolgozói, vagy csak ilyen kiadó lakások lennének ott azoknak, akik bulizni jönnek. De ja. Azt muszáj fenntartani a Magyarországon meg a városnak, mert bassz, a turizmust az úgy felendíti, nagyon. Fú, geci. Jönnek nekünk azzal a KDS, hogy nagyon sok a kisgyerek nézünk. Hála a jó Istennek, hát inkább minket néznek a kisgyerekek, mint azok amúgy ezeket, de most viccen kívül. Hát lerohad az agyam, már 33 perce nézem, de mi ez a zene alatta? Mi bajom vele? Ez, tesói bohóc. Azt tudni, pókebb! Nem, egyszerűen nagyon nehéz megállni, de mondtam már, 2024 gyerekek, az a zen, most én nem fogok itt izélni. Nem leszek köcsög, nem szólok be semmire cset, de tudj, ne, de nehéz megállni. El vagyok, de tartsa a szolát. Na, itt jövök. Na, hát ez nevetés volt. Nem. De igen. Ne! Zabál, üzé, zabál, szarik, alszik és repeat. Ha, akkor nem paprika is van. De szerettem, hogy ezt bevágta. Na, ezt tisztelem. Mert legalább magára ismert, baszod. W István, magára ismert. De itt tényleg, itt pont róla beszéltem, nem, Chat? Ugye? Jól emlékszem? Jó. Jó van. Hát ez ennek örülök, hogy ez eljutott hozzá, de bátyja, ebből nem émet csináljon, próbáljál magaddal akkor valamit kezdeni, akkor változtassál rajta, hogy ne csak ennyi jön le az embereknek, hogy egy véglény vagy, zabálsz, alszol, meg szarsz, vagy nem tudom, mit mondtam már, de érted, adj valami értéket a világba, adj valami ízét, és akkor bazd meg. Nem mémet kell belőle csinálni, hanem elgondolkozni a dolgokon szerintem. Én is ezt tettem, most a stream elején erről jeppeltem, aki hallotta, aki nem. Nekem is ilyen kell gondolkozni pár dolgon, neked kicsit több dolgon, de ez viccelek, nem. 2024, srácok, 2024-ben egy rossz szavam nem lehet senkire, érted? Egy rossz szavam nem lehet senkire. Itt a pozitivitás éve kell, hogy ez legyen, a fejlődés a grind éve. Itt, 2024-ben mindenki arra kell, hogy koncentráljon chat, ami az ő saját dolga, és nem másokkal foglalkozni. Ugyanis ebbe az évben annyi elterelő dolog lesz a világon, ami ki fog téríteni embereket az útjáról, és megpróbál titeket kitéríteni, és minket is az utunkról. Ezeknek nem szabad erőt adni, srácok. Hagyjuk. Balázs kik? Szia Bazsú, Mizu! Hallott, és a jövő héten egy fürdő? Aha, streamelek amúgy, de benne vagyok. Jó van, akkor csókol le. Cső. Azt mondja, ó, geci. Ó, de szerettem. Uti a hátterem. Most cseréltem. Most cseréltem, chat. Az izékből már annyit, tehát ilyen nőket beállítani háttérnek, az 2023. Azt átraadjuk. Nem szimpelünk nőkért, nem nézünk nőket, ne el. Érted, tesó? Focus on your fucking self. Full grind. Érted, mit mondok? Akit nőkre veri, majd hogy nőkre veri, ne férfiakra, ó, bassz meg. Aki azzal bassz el az idejét, hogy nőket nézeget az interneten, az gatya, chat. Az gatya. Az le kell, valamire le kell váltani, chat. Le kell nyomni, bár 60 fekvőt érte, vagy nem tudom, de ma fókuszálni kell, mert tényleg ez, ami legjobban kizökkenti az embert, egy férfi.